Sziasztok, jó reggelt! Aztán megtaláltam az ideális helyet a mai vlog részhez. Ugyanis negyedik napja itt vagyunk Kubában, Havannában, és helyi idő szerint hétfő délelőtt van. Ebben a részben összefoglalok pár olyan dolgot, amit itt a négy napban felfedezünk, és hasznos lehet mindenképpen annak, aki tervez idejönni. Először is az első tudnivaló az magával a vízummal kapcsolatban, illetve hogy lehet idejönni a legegyszerűbben. A vízumot a kubai nagykövetségen személyesen adják ki, és az ára az 22 euró, és kizárólag készpénzben és euróban lehet fizetni a helyszínen. Fönt van a norma, fán oda kell menni. Szükséges vinni az útlevelet, szükséges vinni a repülőjegyet nyomtatva, e-mailt nem fogadnak el, és ott helyben ki is adják egy ilyen fél óra, egy óra várakozás mellett. És fontos, hogy hétfőtől csütörtökig, 9-től 12-ig vannak bent, nem viszik annyira túlzásba az ügyintézést. Kettes, hogy jöttünk el ide? Mi gyakorlatilag Toronton keresztül érkeztünk, mert ez még ugyanaz az akció, amit nyár végén, amivel San Franciscóba is eljutottunk. Az Air Canadának volt egy hibás jegye, gyakorlatilag egy ötöd áron tudtuk megvenni ezeket a jegyeket, és bár ugye így eléggé hosszúra sikeredett, mert Berlin, München, Toronto, és utána jöttünk Havanába, viszont összességében a 8 repülőjegy összesen volt kb. 60 ezer forint, úgyhogy most valamiért. Picit kényelmetlenebb volt, de mindenképpen érdemes a torontói átszállást megnézni, mert naponta van gép Kubába, Torontóból, és a kanadaiakat egy fokkal jobban elviselik, mint az amerikaiakat azért. A harmadik, amiről beszéljünk, az a helyi pénz. Ugyanis van a helyi pezó, ami nem ér túl sokat, és van a konvertibilis pezó, 25-ös a szorzó a kettő között, erre nagyon kell figyelni, hogy melyik. A konvertibilis pezónak az árfolyama az elég nagy szórásban működik, de valahol ilyen 250 és 300 forint környékén mozog. Ugye a helyi pezó az meg ebből adódóan ilyen kb. 10 forintot ér. Ugye az árakról annyit, hogy ahol helyi pezóban vannak írva az árak, az biztos, hogy sokkal olcsóbb, mert azok a helyieknek van kitalálva. Ahol a konvertibilisbe áraznak mindent, az biztos, hogy a turistákra van, és azért ott egy ilyen 10-es, 20-as, 50-es szorzót mivel mindenképpen számoljunk, mert a turistákból élnek, úgyhogy ez van. Negyedik pont, nézzük meg a szállást. Annak ellenére, hogy amerikai az Airbnb, mégis azért valahogy működik itt. Én amióta utazok, most már szinte kizárólag Airbnb-n foglalok szállást. Találtunk egy két hálószobás plusz nappalis, nagykonyhás, teraszos, tengerre néző apartmant összesen, tehát nem fejenként, hanem összesen kb. 10 000 forintért per éjszaka. Valahol itt is van a szórás, tehát ilyen 5 és 12 000 forint per éjszakáért lehet találni jó Airbnb-ket. Ami én azt gondolom, hogy nagyon jó minőségű, bár messze van azért a városközponttól egy ilyen 5-6 kilométer, tehát vagy egy órás séta, vagy busszal be lehet menni a belvárosban. De én azt gondolom, hogy abszolút egy jó találat volt, és nyugis, és a helyiek között vagyunk, ami szerintem sokkal jobb, mint hogyha bent lennénk a dzsungújban. Ötödik, nézzük meg a tömegközlekedést, mert az nincsen. Úgyhogy nekünk van egy kettő buszvonalunk, kettő buszjárat megy be a központba, de gyakorlatilag esélytelen fölférni rá, bár 10 forint a buszjegy, tehát annyira azért nem vészes, de hely az nem nagyon van rajta. Úgyhogy így gyakorlatilag a tömegközlekedésnek az alternatívája az a taxi, és itt felejtsétek el azt, amit anyu mondott, hogy ne üljetek be idegenek autójába, mert itt üljetek be idegenek autójába, mert az egyetlen egy lehetőség a közlekedésre. Az a baj, hogy nehéz azt eltitkolni, hogy turisták vagyunk, de megpróbáltunk mindent már. Tehát a helyieknek az ára, az ezzel a közösség, ez olyan, mint az Uber Pool. Tehát ez egy közösségi, vagy Oscar gyakorlatilag, ami otthon van, csak ennek az offline változata, de gyakorlatilag leintesz egy taxi az úton, szépen bezsúfolnak ott 6 embert egymás mellé, és akkor elvisznek egy adott útvonalon téged. És az ára, egy ilyen útnak az ára, az helyi pezóban 10 pezó, tehát a konvertibilisben kevesebb, mint 50 fillér. Ami ilyen 100 forint adnak felel meg körülbelül. Nézzük meg a következőben a strandokat, mert Havanna belvárosában azért nem nagyon van, arrébb kell mennünk egy ilyen 10-20 kilométerrel a Varadero irányában, viszont ott nagyon kellemes strandok vannak, a parton hozzák a kokuziót, öntik bele a rumot gyakorlatilag korlátlanul víz helyett. Képzeljük el úgy, mint 40 éve lehetett a Balaton, hogy nem tudom milyen volt, de körülbelül 40 éve lehetett hasonló a Balatonon, hasonló düledező romos épületek, nincsen túl sok szolgáltatás a parton, de cserébe szép, tiszta, olcsó, úgyhogy érdemes mindenképpen megnézni. Internet, az nincs, hiába foglaltak helyet úgy, hogy van wifi. Wifi az lehet, hogy van, tehát a routerre rá tudtok kapcsolni, de internet az nincsen benne. Feltöltős internetkártyát kell venni, aminek hogyha bementek a Telepunto boltba, ott érdemes megvenni, mert ott egy pezóba kerül egy óra. Nyilván próbálkoznak a hotelekben, ilyen 3-4 ér adják el gyakorlatilag egy óra internetezést. Mi találtunk egy helyet, ahol ilyen 2 megabit fölle a sebesség nagyjából, de az már itt jónak számít. Tehát jobban jártok, hogyha
amit elfelejtetek az internetet, csak hogyha nagyon-nagyon-nagyon szükségetek van rá, akkor használjátok. A közbiztonság az alapvetően véleményem szerint jó, bennünket semmit atrocitás nem ért, sőt, én kifejezetten azt a részt szerettem a legjobban, ahol a helyiek laknak és el tudunk vegyülni köztük, és ott pont nem is érdekli őket, hogy ott vagyunk. Nyilván az ilyen felkapott, frekventált részen, ahol a hajók kikötnek, hogy nyilván mindenki egyből rárakul a turistákra, de szerintem érdemes bemenni a kicsit az igazi belsejébe, a vad Havanába. Itt vagyok most az egyik leghíresebb főtérem, és mondta a kis emberkém, hogy minden reggel 8-kor itt jön be a Raúl dolgozni, és este 7-kor mennek hazafelé, úgyhogy gyakorlatilag ezen az úton jönnek, és itt begurulnak gyakorlatilag ide a ház elé három nagy fekete mercivel, azok itt is állnak. Jó.